Már nem Csányi Sándor az ország leggazdagabb embere. 2015 még csak egyetlen cége volt. 160 milliárd forintot. Ezerszeresére növelte. És szinte a teljes vidék. Éppen egy luxus jachtra lépett. De nem is vagyok egy gyátló ember. De nem is vagyok egy gyátló ember. Azt ma már senkinek sem kell bemutatni, hogy mennyire gazdag Mészáros Lőrinc, ahogy az sem, hogy mennyi furcsaság történik a cégei körül. Több mint 110 millió forintos bírságot szabott ki. Méterről méterre vizsgálták ma is szakemberek a Puskás Aréna beton pilléreinek díszítő elemeit. Az ember azt gondolná, hogy egy több százmilliárdos cégbirodalmat csak a lehető legjobb szakemberekkel lehet működtetni, de Orbán Viktor barátjánál is ez a helyzet. Kik Mészáros Lőrinc legfontosabb emberei? Mai adásunkban ennek járunk utána. Bicskére tartunk, innen indult első főszereplőnk Halmi Tamás, aki már 13 éve segíti Mészáros Lőrinc munkáját. Halmi a Mészáros életpályamodell tökéletes példája, földmérőből lett előbb topmenedzser, majd milliárdos. Halmi pályáját Bicskén kezdte, és egészen hosszú ideig itt is maradt. Állítólag ezt a Bicske környékiek mondják, remek földmérő volt, ezután a helyi földhivatalban helyezkedett el, ahol szintén remek munkát végezhetett, már a Gyurcsány kormány alatt miniszteri elismerésben részesült. Végül ő lett a hivatal vezetője, 2010-ig töltötte be ezt a posztot. Halmi hivatali idejében egy említésre méltó dolog biztosan történt. Ebben az időszakban szerzett földeket Lévai Anikó Bicskén. Ezek lepapírozása pedig a bicskei földhivatalban folyt, ott, ahol Halmi dolgozott. Halmi rögtön a földhivatali pályafutása után 2010-ben került Mészáros mellé, az akkor még ismeretlen Mészáros és Mészáros Kft.-be. De Halmi itt nem állt meg, ezután is jutott neki még egy-két pozíció a birodalomban. Például vezető volt a Mészároshoz köthető Status Power Invest Kft.-ben. És itt, és itt, és itt, és itt, és itt, 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 itt. Ezek mind-mind fontos és bizalmi pozíciók voltak. A múlt idő viszont nem véletlen. A földmérőből lett topmenedzser, ugyanis egy ponton ott hagyta a Mészáros birodalmat, és új kihívásokat keresett magának. Hol lett a csengő? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Halmi Tamást keresnénk esetleg, nincsen megbeszélve. Nincs. Nem is lesz? Nem szokott ide járni? Nem. Hát ritkán. Ritkán? Oké. Köszönöm szépen. A cég, ahova Halmi éppen hogy csak bejár, a top menedzser új kihívása. A társaságot Global Spectrum ZRT-nek hívják, és főleg a kármentesítés és a hulladékkezelés hozza neki a pénzt. A társaság egy holding cég, ez azt jelenti, hogy sok leányvállalat tartozik alá, ezek termelik meg neki a profitot, ami nem volt kevés. Két év alatt több mint 10 milliárd forintot fialtak Halminak. A társaság teljesen független Mészárostól, legalábbis látszólag. Egy kis utána járással viszont hamar kiderül, hogy a látszat néha csal. Például vegyük az egyik legjövedelmezőbb leányvállalatot. A cég Mészárosé volt, majd eladta egy magántőke alapnak, végül pedig Halminál kötött ki. Ahogy már mondtuk, Halmi Tamást a Felcsúttól nem messze lévő Bicskéről igazolt a Mészáros Lőrinc, de nem ő az egyetlen a környékből. Ismerjünk meg egy másik bizalmast, az Alcsút dobozit Tima Jánost. Tima János mérlegképes könyvelő, diplomáját vállalkozásmenedzser szakirányon szerezte meg. A politikába is tett kitérőt, 2014 után Alcsúdobozon volt alpolgármester, ugyanabban az időszakban, amikor a szomszédos településen Mészáros Lőrinc volt a település első embere. Nem lehetnek kép és hangbőzítővel az ülésre. Nyilvános ülés, ugye? Tima János jelenleg is itt Alcsúdobozon él a családjával. A település egyébként annyira szimbiózisban működik a szomszédos Felcsúttal, hogy bár van saját önkormányzata, a hivatali ügyintézés egy részét Felcsút vette át. Alcsút dobozhoz tartozik egyébként a híres hírhet 60 puszta is.
Lehetette dolga Timának a polgármesterként a birtokkal? Ezt nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy 60 pusztán bármiféle ellenállás nélkül rombolhattak le, és építhettek át műemléki védettségű épületeket. De nem 60 puszta az egyetlen nagy projekt a környéken. Alcsúdoboz egyik legszebb részén épül egy villapark, Mészároséké. A cég, ami most a beruházást viszi, korábban részben önkormányzati tulajdonban volt. Aztán jöttek Mészárosék. Tima a cégben az önkormányzat embereként kezdte, aztán azonnal átült a vezetői pozícióba, amit Mészárosék kínáltak fel neki. A területen található telkek egy része önkormányzati tulajdon volt, közvetlenül innen kerültek át Mészárosékhoz. Ez jó nagy lesz. De miért fontos ez a lakópark? Mert nehéz nem azt hinni, hogy az önkormányzat embereként belülről nem Tima hajtotta fel ezeket a telkeket Mészároséknak. Persze ez is csak egy olvasata a történetnek, amit bizonyítani nagyjából lehetetlen. Ami viszont biztosan elmondható, hogy Tima pontosan kellett, hogy ismerje a földek értékeit, úgyis mint képviselő, mint alpolgármester, és mint az önkormányzati cég felügyelő bizottsági tagja. Timát az üzlet után rögtön a cég ügyvezetőjévé nevezték ki, és Mészárosék nem csak ezt a pozíciót kínálták fel neki. Tima végül teljesen átigazolt a birodalomba, és ahogy Halmi, úgy ő is kapott egy-két pozíciót. Vezető volt a Wellness Hotelépítő Kft.-ben, és itt. És ő kapta meg a birodalom médiás felének egy részét. Jelenleg is Tima a Mészáros Lőrinc közeli TV2 egyik igazgatósági tagja, nem mellesleg pedig a Pesti Srácok kiadójának is ő az egyik tulajdonosa. Aki szerint nem szép a Baranyi Kriszta, az őrült, az inkább kecskékkel. Meg a kecskét legalább meg tud enni utána. Most a Baranyi Krisztával mit csinált? A Jákob Péter. A Jákob Péter is. Ez rock and roll. Igen. Timái emellett a Trusty Solutions Kft. Is, ami alcsúdobozra van bejegyezve, a hátam mögött látható családi házba. A cég tanácsadással foglalkozik, méghozzá elég ügyesen. 2021-ben 256 millió forintos, tavaly pedig 155 millió forintos forgalmat tudott lebonyolítani. De Mészáros nem csak a saját ismerőseivel vette körbe magát. Orbánék egyik régi ismerősének felesége is helyet kapott a birodalomban. Konszné Kondás Tündéről van szó. Ahhoz, hogy Konszné hátterét megértsük, hátrébb kell lépnünk, és előbb meg kell ismernünk férjét, Koncz Ferencet. Zempléni természetvédelmi területre az Aranyos Völgybe építene szivattyús erőművet és völgyzáró gáthat egy vállalkozó. A Fidesz szerint nem ez az első őrült elképzelés, korábban egyesek akkumulátorgyárat terveztek a Zemplénbe. A Zemplénnek ezen a gyönyörű részén ilyenfajta csúcs erőművet létrehozni bűn a természet ellen. Az akkor még akkumulátorgyár ellenes Fidesz képviselője volt az, aki helyismeretével segítette az Orbán család vállalkozó szellemét, egészen pontosan Lévai Anikójét. Mert hogy ő nem csak Bicskén vett földeket, hanem Koncz tágabb környezetében, Tokaj hegy alján is. Négyzetméterenként 2 forintért. Kérdezem, az országgyűlés részletes vitára bocsátja-e az Orbán család állami forrásból történő gazdálkodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra címmel vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 315 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett részletes vitára bocsátotta az előterjesztést. Koncz Ferenc motorbalesetben hunyt el 2020-ban, addigra pedig már a lánya és a felesége is befutott. Lánya, Zsófia már az egyetem alatt az országgyűlésben volt gyakornok. Ezután dolgozott a Földművelésügyi Minisztériumban és a miniszterelnökségen, a Washingtoni Magyar Nagykövetségen, végül pedig az Energiaügyi Minisztérium második embere lett. Szervusz, Kon Zsófia, te honnan érkeztél? Szombathely? Úristen, és te hány éves vagy? 16. Azt a mindenit, nagyon kemény. A szívörvény, Ben Affleck. Esetleg valakit érdekel? Na, a legkeményebb GT gazdasági társaság joga vizsgám előtt bálna hangokat hallgattam. Az unokahúgom azt mondta, segít. Nem tudom. És akkor itt kell visszatérnünk Koncné Kondás Tündére, aki a lányával párhuzamosan ugyanebben a szektorban vezető, csak éppen a másik oldalon. Emellett pedig természetesen ő is számos helyen ott volt, és van is a Mészáros Birodalomban. Igazgatósági tag a Hunges Hotel Zrt-nél, és itt, és itt, és itt. Na jó, ezt még egyszer nem játsszuk el.
mert a lényeg mégiscsak az, hogy míg Konzsófia az állami szektorba kerülhetett, az egyik legmagasabb pozícióba, addig anyja pedig a Mészáros Birodalomba, mint csúcsvezető. Akkor most megpróbáljuk elérni Koncné Kondás Tündét, hát ha tudunk vele beszélni, küldtünk e-mailt, e-mail hegyeket, de igazán reagált. A Hungest Hotelzel kezdünk. Jó napot kívánok, Hungest Hotelzel. Jó napot kívánok, én pedig Oroszi Babett vagyok, a Partizán újságírója, és a segítségét szeretném kérni, Koncné Kondás Tündét szeretném elérni. Hát nem hozzám tartozik, talán tízes volt, vagy... Igen, ott is van, igen. Akkor a Talentiszt kellene. Oké, rendben, köszönöm, akkor a Talentiszt hívom. Szívesen. Köszönöm. Igen, ott biztos fognak tudni. Oké, köszönöm szépen. Szívesen. Viszont. Akkor Talentiszt Group. Wow. Talán egy telefonszám, és ez jó lesz. Megnézzük. Akkor próbáljuk meg a Tigász Titásznál. Hát ha... Ön az Opus Tigás gázhálózati zárt körűen működő részvénytársaság telefonos ügyfélszolgálatát hívta. Szuper, akkor megpróbáljuk az Opus Globálnál. Hogy az erőfeszítések a NER-ben mennyire nem maradnak honorálatlanul. Koncné mellett jól mutatja Sakál Feri példája is. Micsoda? Nem értettem, jó? Bár a magyar média vállalkozott következetesen sakaljozza, sőt az üzleti élet is ez alapján adta neki a Sakál Feri becenevet, valójában Szakálynak hívják. A kavarodás abból adódik, hogy Szakály szerb állampolgár, az ottani hatóságok pedig szerb helyesírással állították ki az okmányait. Szakály 2015-ben ismerkedett meg Mészárossal, amikor az oligarha elugrott Horvátországba megvenni egy villát. Mivel Mészáros nem beszél idegen nyelveket, tolmácsra volt szüksége. Tolmácsot szeretnék kérni. Mészáros tolmácsa pedig Szakály lett. A bizalom hamar kialakult, annyira, hogy az oligarha rábízta a villát megvásárló céget. De Szakály nem csak ezt kapta meg, hanem egy rádiót is, a már emlegetett Halmi Tamástól. És nem is a NER-ről lenne szó, ha nem lenne köze a focihoz. Ő vezeti az eszéki csapat háttércégét. Volt lehetőség, hogy a többségi tulajdonrészt megvásároljam, ezért megvásároltam. És bár Mészárosnak ki kellett szállnia a csapatból, Szakály jelenléte arra utal, hogy annyira azért mégsem sikerült. Szóval Szakály Ferenc, megnézzük, hogy ott például hol lehet elérni. Pedig nincsen szünnap, tehát nem szünnapon telefonálgatunk, meg nem hétvégén, meg nem ilyen napokon, hanem egy teljesen átlagos munkanapon történik mindez. Oké. Még van egy cég, az a neve, hogy Vitol Kft. Nézzük, hogy... Hozzájuk van egyáltalán telefonszám, nincsen természetesen, mondjuk honlap sincsen, úgyhogy... Kertész Józsefhez tartunk, őt Mészáros ügyvédjeként szokták emlegetni, nem véletlenül, képviselte már médiaperben, de dolgoznak Mészáros egyik legnagyobb cégének, az Opusnak is. Kertész jogot tanult Pécsen. Diplomáját a 90-es évek végén szerezte meg, a 2000-es években pedig már egy későbbi oligarha munkáját segítette.
Jászai Gellértét. Folytatjuk a Balaton fejlesztési programot, amelybe ugye most már beillesztettük a repülőteret is, tehát a sármelléki Fráj Balaton repülőteret, illetve tervezünk egy nagy szórakoztató park fejlesztését is a Balaton régióban. A balatoni szezon meghosszabbítását, szállodaépítkezéseket és reptérfejlesztést tervez az az óriás vállalat, amely nemrég jött létre a hazai turizmus fejlesztéséért. Több mint 100 milliárd forint értékű turisztikai beruházást valósít meg a következő 7 év során az SCD csoport a Balaton régióban. Vizsgálatot kezdeményez a Jobbik az SCD Group balatoni ingatlan vásárlásai miatt. Kepri Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerint a 2005-ben több nagyértékű balatoni ingatlant felvásárló társaság szállodák és üdülőfaluk építését vállalta. Ezekből azonban nem lett semmi. Ebben az időszakban Kertész a cég elnöke, tehát Jászai mellett volt vezető jogtanácsos. Az STD bedőlése és néhány kanyar után végül a kempingeket üzemeltető cég is Mészárosékhoz került. Pucér kosárlabdázók és mesztelen napozók a Balatonparton. Egy fürdőző, akit csak a hullámok takarnak. Ezzel a filmmel népszerűsíti magát az interneten a Balatonberényi Naturista Kemping. Korábban a Balaton turisté volt, amit nemrég olyan cégek vásároltak meg, melyek Mészáros Lőrinc és egy üzlettársa résztulajdonában vannak. Ha van pénzem, bármit vehetek. De nem csak a Balaton turiszt került Mészárosékhoz, hanem Kertész is. Ezen kívül az ügyvédnek is van egy foci csapata és egy-két magántőke alapja is. Kérdés, hogy ezt honnan tudjuk, hiszen ezeknek éppen az a lényege, hogy ismeretlenek maradhatnak a tulajdonosok. Ez így van, csak hogy a NAV idén részben nyilvánosságra hozta, hogy melyik magántőke alap kié. Mondhatni véletlenül. De valójában mennyire fontos szereplő Kertész? Annyira, hogy ő kapta meg a Kesma egyik legfontosabb pozícióját. Ő nevezi ki a kuratórium tagjait, azaz közvetve ő dönti el, hogy kiálljon a fideszes médiumok élén. Csak nem 500 sajtótermék olvadt össze a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványban még 2018-ban. A tulajdonosok ingyen ajánlották fel cégüket a Kesmának. Igen, én is az oroszoknak drukkolok. Úgy tűnik, az áldatlan állapotok nem zavarják a főváros és a kerület vezetését. Van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. És bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a NER egy zárt rendszer, Kertész az élő példa rá, hogy ez nem így van. Például Egerben azt pletykálják, hogy foci csapata valamilyen módon finanszírozni fogja Mirkocki Ádám kampányát. Nem vettek meg sem a Fidesz, sem más, sem a kormány, sem miniszter, sem minisztérium. De Kertésznek dolgozik Lackfi Endre is, aki a Gyurcsány kormány idején a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt irányító Tátrai Miklós jobbkeze volt. Ma reggel Tátrai Miklós börtönbe vonult helyettem. Az volt a bűne, hogy nem hajlandó hamisan tanúskodni ellenem a Sukoró perben. Írta a Facebookon a volt miniszterelnök. Jó napot kívánok! A Kertész ügyvédi irodához jöttünk. És tudják, hogy jönnek? Nem. Felszólna, hogy esetleg ide érkeztünk, és hogy le tudná jönni valaki. Nem tudja senkinek a telefonszámát. Kerestük őket e-mailben, és megpróbáltunk most így idejönni, hogy legalább egy szót tudjunk váltani. Nem lehet kamerát találni egyébként. Hát, hogyha nem beszéltek meg velük, akkor igazából nem is várják őket, nem? Hát nem, de legalább egy emberrel szeretnénk beszélni. Aha. De akkor nincs esélye arra se, hogy felszóljon meg nincs, semmi ilyesmi. Nincs, csak úgy, hogyha ugye tehát, hogyha tudják. Aha. Oké, okay. Köszönöm szépen a segítségét. Mindezek után pedig térjünk rá a szűk családra, akik nem csak Mészáros életében töltenek be fontos szerepet, hanem magában a vállalatbirodalomban is. Mészáros Lőrinc és a szűk családja, közt a gyerekek, Ágnes, Beatrix, ifjabb Lőrinc és jelenlegi felesége, Várkonyi Andrea. A gyerekek közül Ágnesnek nincs jelentős szerepe a birodalomban, vele szemben ifjabb Lőrincnek annál inkább. Ő viszi az agrárügyeket. És hogy ebben ki segíti? Hát ő. Tamácsot szeretnék kérni. Az egykor még kegyvesztett Vida Ildikó ma már az igazgatóság tagja az egyik legnagyobb mészáros agrárcégnél. De ifjabb Lőrincnél sokkal fontosabb szereplő testvére Beatrix. Ő az egyik csúcsvezető édesapja új bankjában, emellett pedig még vagy egy fél tucat másik cégben tulajdonos. És nem mellesleg ő felel azért a cégért, ami megvette a Rose Door nevű luxusjaktot.
Egyébként ismerői szerint ő az, aki valóban elhiszi, hogy a saját vagyonukat kezelik. Minden egyes cégcsoportnak, nem csak a miénknek, hogy az innováció rendkívül fontos, tehát ezekkel az új találmányokkal, eszközökkel, termékekkel tudunk tulajdonképpen hatékonyak, innovatívak és eredményesek maradni. Beatrix mellett pedig párjának, Détári Szabó Ádámnak is jutott pozíció. Ő a Hungest Hotels vezetője, ami azt jelenti, hogy 20 hotel és több mint 1000 dolgozó tartozik hozzá országszerte és külföldön. Ez ráadásul csak az egyik munkahelye. Détári Szabó Ádám ugyanis bekerült Mészárosék tőzsdei cégének, az Opusnak az igazgatóságába is. A cégben fut össze a Mészáros Birodalom színejava. A társaság hatalmas, csak tavaly több mint 500 milliárd forintos bevételt realizált. Détári Szabó Ádám korábban nem ebben a ligában mozgott, befektetési kapcsolattartóból lett csúcsvezető. Persze, ahogy az lenni szokott, a legizgalmasabb fejezet kimaradt a hivatalos önéletrajzból. 2014-ben őt delegálta az Együtt nevű párt a Nemzeti Választási Bizottságba. De nem ez az Együtt, hanem ez. Az Együtt 2014-nek nem csak a neve, de még a logója is szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint a Szigetvári Viktor és Juhász Péter vezette Együtté. Mindenkinek tudni kell, hogy aki ezekre a neve nincs kamupártokra szavaz, vagy aki félreérti az üzenetet, és például azt hiszi, hogy az Együtt 2014 párt az mi vagyunk, és nem egy kamupárt, az elveszíti a szavazatát. Ehhez volt köze tehát Mészáros Beatrix párjának. És ha már család, ne feledkezzünk meg Mészáros új feleségéről, Várkonyi Andreáról sem. Én például azt tudom magamról, és észrevettem régóta, hogy én ezt nagyon keresem férfiakba. Tehát, hogy nekem ez alapvetés, hogy intellektusban megugorjon egy szintet. Várkonyi műsorvezetőként kezdte Szegeden, majd a TV2-höz igazolt, ma pedig már ugyanott a vezetőség tagja. Az igazgatóságba azután választották be, hogy Mészáros Lőrinc feleségül vette. A TV2-t egyébként szintén Mészáros közelinek mondják. Nem, az jobban gyarapodott, mint hát lehet, hogy okosabb vagyok, nem gondolja? Ők voltak tehát a rokonok. Rajtuk kívül Mészáros Lőrinc mellett viszont ott vannak a régi barátok is. Például Szíj László, aki az oligarchához hasonlóan nagyon szereti a luxusjaktokat. ...50 méter hosszú, 500 tonna a súlya és több mint 10 milliárd forintba kerül. Ilyenből vásárolt magának egy vadonatújat az a máltai offshore cég, amelyről korábban kiderült, a végső tulajdonos a Szíj László. Szíj és Mészáros élete sok helyen keresztezi egymást. A legújabb közös üzletük az autópályák felújításával kapcsolatos. Két olyan cég nyerte meg a koncessziót, ami hozzájuk köthető. A 35 évre tervezett autópálya koncesszió miatt az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságához fordult a Transparency International Magyarországi irodája. Szerintük az elképzelés több ponton is sértheti az uniós koncessziós irányelvet. Szíj Lászlón kívül Mészáros Lőrinc másik fontos embere, Vida József bankár, aki egyben szenvedélyes fogadhajtó is. A te dihajtó programoddal kezdődött az Európa bajnokság, de hogyan élted meg a mai reggelt, a mai első hajtást? Izgalmasan. A bankár egy interjúban azt mesélte, hogy Mészárost onnan ismeri, hogy ő kötötte be náluk a gázt. Vida József most az Opus igazgatóságának az elnöke, miközben sokan arra számítottak, hogy a bankholdingot bízzák majd rá. Nem így történt, az Barna Zsolt kapta meg. És ezzel el is érkeztünk a sorban az úgynevezett kivételekhez, a Mészáros Birodalom szakembereihez. Barna Zsolt karrierjét a bankfelügyeletnél kezdte, majd az OTP-nél folytatta, rögtön igazgatóként. 2018-ban nevezték ki a bank általános vezérigazgató helyettesének. Ezután a pénzintézet második legfontosabb embere lett, távolétében legalábbis elsősorban ő helyettesítette a bankvezért. Mosolyogva érkezik Csányi Sándor az OTP mai közgyűlésére. Van is oka a jókedvre, mert a magyar Gika Bank tavaly 173 milliárd forint nyereséget termelt. Barna távozása az OTP-től máig rejtélyes. Képzeljük el azt a szituációt, hogy Csányi, miután hazajön éves hajókázásáról, összehív egy megbeszélést, ezután pedig az egyik legfontosabb embere azonnal távozik a cégtől. Közös megegyezéssel. Nagyjából ez történt itt is. A belső pletykák szerint Barna stílusával volt gond. Bunkó vagy Báxi. De probléma lehetett az is, hogy Barnát már akkor fideszes bankárnak tartották, ami jelentette azt is, hogy az OTP-nek van ember a NER-ben, de azt is, hogy a NER-nek az OTP-ben. És bár Csányi bankjából távozott, puhára esett. Távozása után alig fél évvel már egy másik bank, az MKB első embere volt.
Ezután jött a bankholding, vagy más néven MBH. A sikeres fúzió révén létrejött MBH Bank, mérleg főszeg szerint Magyarország második legnagyobb bankja. Barna Zsolt a NER Rogán Ágán került be a Mészáros körbe. Urizálni a szószoros értelmében úgy uri gyerekek tudnak, én paraszt gyerek vagyok sajnos, annak születtem. És elég gyorsan fel is zárkozott a NER-hez. Például kastély is került már hozzá, igaz, nem véglegesen. Az állam csak a bérleti jogot adta oda neki 15 évre. A felsőpetényi Almási kastélynál vagyunk, ez a terület és maga a kastély is Barna Zsolthoz tartozik. A gyerekvédők szerettek volna itt beteg gyerekeknek hálatsimogatót és játszóteret kialakítani. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő végül meghirdette a kastélyt és a területet is, ami aztán nem a gyerekvédőkhöz, hanem Barna Zsolthoz került. Hát a kastély az eléggé lepusztult állapotban van, látszik, hogy igazából nem nagyon nyúltak hozzá az elmúlt években, gyakorlatilag semmi nem történt itt a területen. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is fog. Nemrégiben derült ki, hogy Barna Vadásztársasága majdnem 2 milliárd forint közpénzt kapott arra, hogy felújítsa a kastélyt. A terület bérleti jogához egyébként Barna az itthon megszokott módon jutott hozzá. A kastélyt még tavaly novemberben verték dobra. A pályázatot az MNB trükkösen úgy írta ki, hogy még azt se érdekelje, akinek milliárdjai vannak. De térjünk vissza a bankholdinghoz, ahol nem Barna az egyetlen szakember. Mészároséknak sikerült 2 olyan vezetőt is leigazolniuk, akiket nemzetközi szinten jegyeznek a top szakemberek között. A Vinnai Pecsenye duóról van szó, akik az online bankolás világából érkeztek meg a bankholdinghoz. A páros története igazi szilíciumvölgyi sztori, csak éppen Borsodból. Valójában egy nagyon egyszerű webfejlesztő cégként indultunk, azzal a kitétellel, hogy mi a kezdetektől nézegettük, hogy mi lenne az a specializációs irány, amiben legjobb lenne elindulni. És az ugye szintén egyik középiskolai osztálytársam, Roland, aki alapítótársam is lett, ő Németországban élt, és ott egy üzleti terv versenyen mi egy banki szoftverrel indultunk. És 2014-ben az IND már tényleg egy meghatározó vállalkozás volt Európában és egyébként a Közel-Keleten is, és így aztán fel is vásárolta egy globális multi. A cégért milliárdokat fizethettek. Az viszont máig rejtély, hogy mindezek után miért érte meg nekik beállni a NER presztízs beruházásához. Erre egyelőre nincsen válasz, csak azt tudjuk, hogy a páros 2021-ben csatlakozott a bankholdinghoz, ahol mindketten fontos szerepet visznek. Ők voltak tehát a magyar gazdaság meghatározó személyiségei. Mert ne tévedjünk, Mészáros Lőrinc vállalatbirodalma a magyar nemzetgazdaság egyik legjelentősebb szereplője. Több 10 000 munkavállaló sorsa múlik azon, hogy ki milyen döntést hoz ezekben a cégekben. Legalábbis elméletben. Az állami megrendeléseknek köszönhetően ugyanis ezek a vállalatok a piactól függetlenül is remekül teljesítenek. Persze néhány baki azért becsúszhat. Több mint 110 millió forintot méterről méterre vizsgálták. De a lényeg láthatóan most is az, hogy senki nem maradjon az útszélén. Ahhoz, hogy sikeresek legyetek, azért nagyon sokat kell tenni. Elsősorban dolgozni kell mindig. Vakmerülnek is kell lenni, azt gondolom, szerencsésnek is kell lenni. Illetve hát az nem rossz, ha az embernek van olyan társa, majd az életében, vagy összejön egy olyan társ, akivel ezeket az akadályokat közösen tudják venni. Illetve tudok olyan gyermekeket nevelni, akik szintén esetleg lehetnek olyan sikeresek, mint ők.